És megyünk is tovább, hiszen Kocsis István drámája a töretlen hitű és erkölcsű, tragikus életutat bejárt asszony története. Ezzel folytatjuk. És vendégünk Liszi Melinda, a színművész. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta megkívásunkat. És a Regi Zoltán, a Békés Abai Jókai Színház igazgatója. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és leküzdötték azt a sok kilométert egyébként, ami önök mögött van. Miért vette elő újra a színház ezt a monodrámát? Hát nekünk sok ilyen alvó produkciónk van, amit több éve mutattunk be, mint ahogy ezt is 2013-ban. És hogyha adódik egy alkalom, valamilyen apropó, akár egy évforduló, akár egy meghívás, akkor sokszor elővesszük, és így rengeteg előadásunk van tartalékban. Ezzel is így történt. Nem úgy nézett ki akkor, hogy művésznő kopogtatott, hogy kérem, én ezt annyira szerettem játszani. Egyébként nem is egyszerű. Hát nagyon nehéz, igen, inkább így fogalmaznék. De hát egy nagyon jó alkalom volt ugye a reformációnak az évfordulója. Úgyhogy igazából kopogtattam, de ez szerintem egy jó kopogtatás volt, mert igazgató úr is nagyon örült ennek az ötletnek, hogy nekem ugye ez eszembe jutott, hogyha már a reformációnál vagyunk, akkor ez a darab pont esedékes lehet esetleg ebben az évadban, és akkor... Így vettük elő novemberben, aztán pedig kaptunk egy meghívást a Klebelsberg kúriába, és akkor ott február vagy március, olyan távolinak tűnik, pedig most volt, március 6-án volt szerencsém ott játszani. 20 nappal ezelőtt. Igen, csak olyan távolinak tűnik, annyi minden történt azóta. Mennyire jellemző egyébként, és bocsánat, hogy egy kicsit leágazok, de hát mégis a monodráma az egy nagyon nehéz műfaj. Mennyire jellemző, hogy ez... közönség vonzó tud lenni, akár Békés Csabán, akár a Klébiben? Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor nem igazán közönség vonzó, ezt be kell vallani. Jobban szeretik a nézők, hogyha többen vannak a színpadon. Éppen ezért nem is tudunk ezekből sokat játszani, de több monodrámánk van a padláson. Úgyhogy nálunk nagyon sok olyan színész van a társulatunkban, akik hihetetlen sok energiával élnek és dolgoznak, és nem mindig elég az, amit a színház tud nyújtani, egy vidéki színház annyi szerepet, annyi munkát, és ezek a fölös energiák is, többek között ezért is vannak ezek a monodrámák, és sokszor ők maguk jelentkeznek, hogy volna egy ilyen dolog, hogy megcsinálhatjuk-e, és akkor általában azt szoktuk. Például mondani, ez az előadás is így született, igen, hogy... Én akkor még súgtam egyébként a Stuart Máriát, és az osztályfőnököm, két osztályfőnököm közül az egyik benne volt az előadásban, és utána már csak játszott. Tehát, hogy viszonylag ráért. És akkor a másik osztályfőnököm mondta, hogy nem csináljuk ezt meg. Hogy ő most nem ér rá, de hogy mi ketten. És akkor így Citor Attilával kézen fogva belevágtunk ebbe, ő megvágta ezt az anyagot, összeollúzta, ő rendezte, igen, Citor Attila, és akkor egy nagyon érdekes, Kocsis István azt mondta, amikor megnézte az előadást, hogy egy nagyon érdekes formáját látta ennek az előadásnak, mert pont azokat a részeket emeltük ki, vagy hagytuk benne, amiket általában nem szoktak, és azokat húztuk ki, amit meg szinte minden előadásban látni szokott. És hát egy nehéz szülésnek mondhatom azért ezt az előadást, bár egy nagyon ékes polcra került az én szívemben, mert nagyon nagy küzdelem volt, tele élményekkel, elég hosszú ideig készült, de hát elég nehéz maga az anyag is, és egy kicsit szembe kellett mennem a saját
világommal, illetve a habitusommal. Tehát, hogyha lehet így fogalmazni, akkor én inkább egy gömbölydedebb, hevesebb típusú ember vagyok. És ugye hát ez a református nő pedig egy iszonyatosan kemény, hideg, kockás és nagyon merev nő, aki az érzelmeit folyamatosan magába tolja, és letolja, és lenyeli, és benne van, tehát ott forr, mint ahogy a víz ugye a fazék alatt, vagy a fedő alatt, tehát ott van bugyog, de mégis bennmarad. Én meg általában kinyomom magamból, tehát kicsit olaszosabban élek, mint ő, és ezért nagyon nagy feladat volt ezt nekem megtanulni a színpadon, hogy nem csak ösztönből, meg aggyal dolgozni, hanem ezt mind visszafogni, és mint a gyeplőt így tartani, és feszesen tartani végig. És egy órán keresztül, ugye? És hogy lehet ezt a mennyiségű veszteséget elviselni? Mert ilyenkor az ember ugye önmagával szembenéz, még akkor is, ha nem ténylegesen ugyanezeket a veszteségeket éli át, de hát valamire közben ön is gondol. Tehát van olyan fájdalom, aminek föl kell szökkennie ahhoz, hogy megszülessen. Hál' Istennek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, vagy nem biztos, hogy hál' Istennek, ebből a szempontból hál' Istennek, én is nagyon sok mindent átéltem. És így volt mihez nyúlni egy-egy fájdalomnál. Ami nehézség volt viszont, hogy ezeket nem úgy megélni, ahogy az ember természetes módon sírással, szenvedéssel, hanem pont ezek ellen menni. Hiszen ez a nő, ez úgy élt, hogy minden egyes sorscsapás után újra fel tudott állni, nem hiába az alcíme, ugye az újrakezdő, olyan, mint egy patak, ami folyamatosan utat tör magának, és hogyha jön egy kavics, vagy kő, ami elzárja az útját, akkor keres egy másik utat, és azon próbál újra talpra állni és menni tovább. Tehát iszonyatosan erős karaktert kellett megformálni. Egy szinte azt mondom, hogy férfias erővel bíró asszony volt. Tehát az összes érzelmi szenzitivitás, gyengeség, ami mondjuk a hölgyekben inkább megvan, az rá nem jellemző. És ezért volt nagyon nehéz számomra megformálni ezt is, és megtalálni magamban azt az erőt és energiát, ami talán fedheti az ő erejét és energiát. Megbeszélés az is, hogy kérem szépen fehérben van, tehát a teljes egyszerűséget gondolom. Igen. Nem félt igazgató úr, amikor művésznő olaszos temperamentuma egyszer csak visszaröppen 1600-as, 1700-as évekbe, és egy teljesen más nyelvezet és gondolatvilág van a színpadon? Hát ez egy érdekes kísérlet volt, de hát Melindát ismerjük régen, hiszen az iskolánkba járt, ami ott van a színházban, tehát ott nőtt fel a szemünk láttára, úgyhogy ez nem volt kétséges, hogy ezt ő meg tudja csinálni, és egyébként, amit mondott az előbb, hogy ez a hihetetlen energia és akarat, ez azért benne is megvan, tehát azért ez a része nem volt idegen tőle. Igen, csak át kellett gyúrni igazából. Igen, egy másfajta karakterbe, de hát a színésznőnek ez a dolga, hogyha ezt ilyen csúnyán lehetne mondani, meg kihívás is, és az én mesterem Kazimír Károly mondta mindig, hogy úgy kell szerepet osztani, vagy feladatot adni, hogy ne legyen könnyű átugrani a lécet, hanem meg kelljen érte küzdeni. Tehát a határok. A határokat feszegetni. Igen. A volt osztályfőnököm pont ezzel a céllal találta egyébként ezt nekem. Nagyon beszédes egyébként Bethlen Kata önéletírása. Ebből hadd idézzek egy gondolatot, sokkal jobban ismerik, mint mondjuk én, ezért én olvasom, mert én mind testemnek gyenge voltára nézve ezeket a szörnyű, nehéz és szüntelen rajtam fekvő nyavajákat el nem viselhettem volna, mind pedig gyenge hitemnek próbáltatását meg nem győztem volna, hanem mindezeket az én jó Istenemnek kegyelme győzte meg én általam. Még ez is bejön. Nehéz volt? Hál' Istennek, nekem jó kapcsolatom van Istennel, úgyhogy... Na jó, de színpadon megvallani. Igen, annyiban talán nehézség volt, hogy nem a mérhetetlen szeretet és a birka lelkületű, szolgáló hit kellett hozzá, hanem ő végig igazából az ő élete arról szól, hogy ő folyamatosan hadakozik Istennel is. Tehát az egész színdarab arról szól, hogy egy állandó hitvita Istennel, hogy ő miért kapja ezeket a kereszteket. Nyilván az idő során ő rájön, hogy ez mind őt szolgálta, és a darab végén ezzel is hangzik, és mégis azt mondja a darab végén, hogy ő mindezek ellenére, ami történt vele, legyen ez testi csapás, lelki csapás, ő úgy gondolja, hogy az ő vára, amit ő épített, az Isten szeme láttára mind magasabbra és magasabbra fog nőni.
és ő hisz abban, hogy az ő kis élete az tud olyan magasságokig elérni, mint Isten. Azért is beszédes ez nagy hét idején pláne, mert pont szinte biblikus. Igen. A kegyelem. Ugye benne is van a Bibliában, hogy én azért adtam a megpróbáltatást, mert én a kegyelmet is mellé nyújtottam, ha jól megszám, ugye háromszor. Ez egy beszédes üzenet, gondolom ez is célja a darabnak. A felálláson túl, az újrakezdésen túl. Természetesen, és ezzel kapcsolatban hadd említsem meg azt, hogy mi még egy darabot bemutattunk a reformáció 500. évfordulójára, amit Posgai Zsolt írt az én felkérésemre, ami egy Békés Csabai legendának a feldolgozása, tehát ilyen játék a történelemmel, ez volt az alcíme, ami az első evangélikus templom építéséről szól, akkor még Csabán, ugye 500 évvel ezelőtt, és ott is tulajdonképpen ez a vár motívum benne van, hiszen egy földvár volt valamikor ott Csabán, ahol ezt a templomot építették, amit aztán felgyújtottak a végén, és le is égett. Ez benne is van a darabban, de az a darab is azzal a hittel végződik, egy gyönyörű evangélikus énekkel, ami pontosan párhuzamba vonható ezzel. Tehát ez is erősítették egymást. Még a darabról eszembe jutott, hogy és az Istennel való kapcsolatában pont az utolsó monológban hangzik el egy ilyen mondat, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja, megostorozza pedig, kit fiává fogad. Aha, bizonyám. És hát hogy ő pont ezért érzi még a darab végén is azt, hogy neki van ereje ahhoz, hogy újra felálljon. Még akkor is, amikor már úgy érzi, hogy minden ember feladná, akkor ő még talál valahol, és nem, tehát nem véletlenül Istenben találja meg pont mert ezt az remény, erőt. Mert van remény. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük mi is szépen. Megyünk Békés Csabára, amint lehet. Köszönjük. Nézőinknek köszönjük a ma esti figyelmüket. Derűs, jó estét kívánok!